fordul pe gheșu. Ai o lasă. Și veramente.
Yeah.
fújja. Fecske meg azt mondta. Pi, 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 pi.
Tavaszra jövünk! Tavaszra jövünk! Na de a harmadik csapat fecske az volt. Fészket rakunk itt, ha jön a szép kikelet. Fészket rakunk Na hát akkor most aztán tényleg lovacskázunk, és azt mondjuk, hogy gyere!
minden panci gyitel, ha engedik, fordítsuk őket szembe, és itt már hónuk alatt repülünk, akkor ez viszonylag stabil. Gyitel, panci, gyitel, ó, jó lovat vett nagy apó. Gyitel, panci, gyitel, ó, gyitel, áró, ó, igen, ez a következő korszak, isteni. Úgy, gyitte, paci, gyitte, ló, jó lovat vett nagy apu. Gyitte, paci, gyitte, ló, gyitte, ráró, hó, hó, hó. Jó, ezt menézzélek odafent, de én is van. Gyitte, ló, jó lovat vett nagy apu. Gyitte, paci, gyitte, ló, gyitte, ráró, hó, hó, hó. Ágyom, asszony, zsák, jár, elvitték a molnárok, híres tömő fáját a Dunába dobták, pú, a Dunába, pú, pú, pú. Ágyom, asszony, zsák, jár, elvitték a molnárok, híres tömő fáját a Dunába dobták, pú, a Dunába, puf, puf, puf. Cseppápára, pillangóra, Győri gyenges komáromba, pucucu, pucucu. Na másik patkó, leszedjük a régit, hol van az már, megvakaráztuk a helyét. Itt a patkó, itt vannak a szögek, és azt mondjuk, hogy cseppápára, pillangóra, Győri gyöngyös komáromba, ucucu, ucucu. Ennek is, ennek is, ennek a legkisebbiknek nem tudom. Ment,
Átolvassa, itt egy hiba, összegyűri és kidobja. Édek, nem csak viccből dobja ki át menni komolyan. Lehasson is, Mátyás király levelet ír. Mátyás király levelet ír. Átolvassa, itt egy hiba. Átolvassa, itt egy hiba. Összegyűri és kidobja. Juhu! Egy boszorka van, egy boszorka van. Három fia, három fia. Kismorával és rajával jár. Egy másik becskolca van. Mennék egy napadik, egy napája folyadája. Nagyon-nagyon, nagyon-nagyon. De szép hangja van, szép hangja van. Ez felvétel, lesz felvétel. Gyönyörűen szólt, de nem? Többet nem lehet gyerekeknek adni, mint ezt a harmóniát. Látom, már elfáradtak, de még egy-két kánon. Mondjuk egy párkat a Péter. Intézzük magunknak, szavaz. Először közösen, és aztán ti vagytok az első szóra. Párkat a Péter, jó reggelt! Már oda künn a nap felkelt. Szól a kakasunk, az a nagy tarajú. Gyere ki a rétre, kukuriku. Péter, jó reggel, már oda kint a nap felkel. Szmaragdosunk az a nagy felegel. Gyere ki a sírnek, a nagyra jó. Gyere ki a Péter, jó reggel, már oda kint a nap felkel. Oda egy élos kis madár, nem szállt a Jézus Krisztus. Első áldozási ünnepségünket a szülők áldó imájával kezdjük. Jóságos Istenünk!
köszönetet mondunk gyermekünkért, akit oltáron elé kísérhettünk. Te adtad őt nekünk. Te bíztad ránk őt. Te fogadtad a keresztségben gyermekeddé. Engedd, hogy most ünnepélyesen oltalmadba ajánljuk, amikor oltárodhoz kísérjük őt, hogy először költözzél a szívébe, a szent áldozáskor. Áld meg őt, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az első áldozás fő ünnepén. Köszöntöm elsősorban a 12 gyermeket, akik először részesülnek az oltári szentség vételéből. Köszöntöm a kedves szülőket, köszönöm a gyermekeket felkészítő pedagógusokat, Andreát és Emesét is. Ez a nap bizony egy piros betűs ünnep, mert Jézus annak ellenére, hogy a mennybe emelkedett, mégis itt maradt köztünk. Jézus megígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hogy Jézust méltóképpen vehessük magunkhoz, méltó helyet készítvén a szívünkben neki, éppen ezért most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg minden bűnünket. Első könyvemben, kedves Teófi, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus, egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte. Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszállátok a Szentlélek, előtölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellett, fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emeltekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogy a most szemetek láttára, a mennybe ment. Ez az Isten igéje. Láttam Krisztusnak a szobrát, ezért is vittük be a sekrestyébe. A húsvéti jelke azonban még bűnkösdik égni fog, és azzal a nappal fejeződik be a húsvéti időszak. Első áldozás ünnepe van. Ezzel kapcsolatban olvastam a következő kis történetet. Eltévedt egy ember a sírban.
Nem volt ennivalója, nem volt innivalója. Tisztában volt azzal, hogyha nem keres hamarosan oázist, és nem keres valami ennivalót, meg fog halni. Miközben ment, keresgélvén a vizet és az ennivalót, eközben meglátott egy oázist. Látta a datójapálmákat, és hallotta a víznek a csopogását is. De eközben arra gondolt, ez nem lehet igaz. Ilyenről én már olvastam. Biztos csak elképzelem magamnak. Nincs is ott az az oázis. Nincs is ott víz. Eközben aztán összerogyott. Aztán meghalt. Másnap arra járt két benszülött ember. Látták az embert, holtan nem tudtak rajta már segíteni. Az egyik megszólalt, és azt mondja a másiknak, érted? Itt van közel az oázis. Hát csak néhányat kellett volna neki lépni. Ihatott volna, tehetett volna, és itt hal meg. Érted ezt? Mire a másik azt felelte? Biztos modern ember volt. Ahogy említettem, kedves testvérek, ma Urunk mennyegyenetelének van az ünnepe is. Jézus elköszönt apostolaitól. Azt is mondta nekik, egy másik evangélista szerint, menjetek, hirdessétek az evangéliumot, és aki hisz, kereszteljétek meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És a végén azt mondta még neki, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Milyen örömteli dolog érezni azt, tapasztalni azt, hogy Jézus velünk marad. Köszönöm, lakik. Az örök mécsesnek a piros fénye is erre int és figyelmeztet minket. Jézus velünk van. S még inkább, kedves első áldozók, amikor majd hamarosan a kezetek trónusára fogadhatjátok Jézust a fehér ostyában, és azután a szívetekbe. Tárjátok ki szíveteket az Úr Jézus előtt, és igyekezzetek mindig tiszta szívvel, tiszta lélekkel élni, hogy Jézus egyre többször költözzék a szívetekben, egyre többször legyen a ti vendégetek. Amen. Vegyétek Krisztus világosságát. Egyik kezünkben tartva, a másik kezünket pedig a szívünkre tegyük. Kedves testvérek, kedves gyermekek! Keresztelésünkkor még nagyon kicsik voltunk. Akkor szüleink és keresztszüleink ígérték meg helyettünk, hogy Jézussal fogunk találkozni, bűneinktől megszabadulunk. Ma jön el ez a szép nap, és most már mi magunk telelünk az egyház kérdéseire. Kérdezlek tehát benneteket. Ellen mondotok-e a gonosz léleknek, minden csábításának és cselekedetének? Hisztek-e Istenben, a mi mennyei Atyának, aki ég és föld teremtője? Hisztek-e Jézus Krisztusban, aki Szűz Máriától született, értünk szenvedett és meghalt, de föltámadt és ül az Atya jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, melyen boldogan
vallunk, amelyben megkeresztelkedtünk, és aminek erejében a mai napon az első szent áldozásban részesülünk Jézus Krisztusban, Urunkban. Amen. Első áldozásom napján megígérem neked, hogy minden nap imádkozom, vasárnaponként részt veszek a Szent Misén, gyakran áldozok, rendszeresen gyónok, mindig jó leszek, és másoknak sok örömet szerzek. Kérlek, segíts, hogy mindig jó gyermeke legyek a mennyei Atyának és a szüleimnek. Jó testvérek embertársaimnak, bátor hirdetője tanításodnak, és így eljussak hozzá a mennyországba, amen. És eljussak hozzá a mennyországba, amen. Az ígéreteket követően most óvatosan fogjátok el gyermeket a gyertyát, majd ezt a gyertyát az emléklapokkal együtt a közösségi házban meg fogjátok kapni. Add, Urunk, hogy egy házad mindig egy legyen a kenyértől és közösségében. Hallgass, Urunk! Add, Urunk, hogy szeretett alkalmátok a Szent Misére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozat kész élekkel engedelmeskedjük. Hallgass, Urunk! Add, Urunk, hogy tiszta lélekkel és mozgó készületre jöjjünk Szent Oltáron. Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy minden legnagyobbra becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát. Hallgass meg! Adunk, hogy a szülők és a keresztülők jó példát mutassanak gyermekeinknek a katolikus életben. Hallgass meg!
Bölcsességet, segítséget, nyitottatását.
minden benne van, ami az életem, ami az írásaim, ami a könyveim, ami a regényeim, ami a szemléletem, ami a stílusom, ami a gondolkodásom. Úgyhogy tulajdonképpen ennél már csak kevesebbet mondhatok, mert tudjátok, egy író végül is, amikor ír, akkor olyan koncentrálással írja meg, annyira odafigyeléssel, ahogy egy munkát csinál minden ember, ahogy egy kertész csinál egy kertet, ahogy egy tanár tanít, ahogy egy épületet megcsinálnak, hogy ne dőljön össze, ahogy egy jó cukrász csinál egy jó szép tortát, tehát teljes odafigyeléssel. De nem lehet megkérdezni, hogy tessék mondani, hogy csinálta ezt a tortát. Mondhat valamit, hogy így csináltam a tortát, meg úgy csináltam, de igazából akkor derül, hogy milyen tortát csinált, mikor egy szeletet kapunk, ne csorgja anyával. Egy szeretet kapunk, és megeszi az ember, azt mondja, na akkor ez a cukrász ilyen tortát csinál. Most ne beszéljen nekem egy lisztről, meg krémről, meg itt egy cukorról, mi közöm hozzá. Megesszük, jó, oké. Nem jó, nem oké. Na, így a krokodil tulajdonképpen mindent elmondott róla, ami sokkal tömörebben, mint én el tudom mondani. Ez ennyit bevezető. Nugrádi Gábor vagyok, író. Ez a mesterségem, van egy ilyen játék, hogy Amerikából jöttem, az a mesterségem, ismeritek? El kell játszani. Most nem tudom eljátszani, hogy Nyíregyházáról jöttem, az én mesterségem. I.O. Nagyon nehéz kitalálni. Igen. Gergő is tulajdonképpen I.O. Csak ő nem Nyíregyházáról jött legfeljebb. De hát már hallottuk, ugye, hogy operaénekes és író is, és ismerhetitek őt onnan is, hogy esetleg a Vau vagy a Nyau című könyveket már láttátok, vagy olvastátok, és nagyon sok könyvet írt, felnőttek ismerik, a Huit Ritkó könyveket, ugye azokat, ő egy Albert Györgyi könyvét, hát ezek Búzsa Magdit ismeritek, ő is írt egy könyvet, abban is sokat dolgozott Gergely, hiszen ez egy mesterség, ezt ugyanúgy meg kell tanulni, mint az előbb említett cukrászatot, vagy tanári munkát. Építészeti munkát, ez mind-mind egy megtanulandó szakma. Úgyhogy ne gondoljátok, hogy én mostan úgy fogok villogni, mint a krokodilba villogott a barátunk, mert olyan jól tudnék fogalmazni, hogy a krokodilba fogalmaztuk, és olyan szellemesen, hogy akkor én lennék a Fáradi Sándor, meg a, mit tudom én, Bajor Imre együtt, vagy a Grábörgyi János együtt. Nem az vagy. Nagyon szeretném, ha nem csak én beszélnék, hanem ti is kérdeznétek, ha lesz kérdés, oké? Okay. És én inkább bevezetni, elmondanék néhány dolgot, ami talán érdekes lehet egy író megismerése számára. Mégpedig az, hogy hogyan lesz egy író író. Ez lehet egy érdekes kérdés. Miért pont író lesz? Hiszen az az író, én vagy ő, vagy bárki más, az ugyanolyan diák vagy gyerek volt, mint én. Ugyanúgy izgult a dolgozat előtt, ugyanúgy bekarózott, ha nem tanult, ugyanúgy a fejéhez vágták otthon a könyvet, ha bekarózott, ugyanúgy nem nézhetett tévét, mint ki, stb. Ugyanúgy játszott kint a téren, ugyanúgy biciklizett, ugyanúgy csajozott, vagy fiúzott, tehát ugyanolyan volt, mint ti. Se, miért lett pont így? Miért nem mondjuk hasznos, mert egy gépkocsi vezető, vagy cukrász, vagy bármi más? Hogy történik az, hogy ebből író lesz, a másikból meg mit tudom, hogy oroszlán szelídítő lesz, a harmadikból meg nem tudom én kőműves lesz. Hogy történik ez? Ez már korán eldől, már az író már úgy születik, hogy a pelenkájára verseket ír, szóval már ez nem valószínű. Egyikünk sem úgy születik, hogy már kiszáll belőlük az a csodálatos tehetség. Mindenki tehetséggel születik, ti is. Mind tehetségesnek születnek, sokféle tehetséggel, sporttehetség, tudományos, művészeti. De aztán később, 5-6-7 év múlva indul az ember valamelyre. Hát én is 5 éves koromban megtanultam olvasni a mamámtól. Mindent neki köszönhetek. Ő nem tanít meg olvasni, nem szeretteti meg velem az olvasást. Belőlem nem lett volna író, egészen biztos. Utána valami egész más szakmám lett volna. De megszerettette az olvasást, megtanított olvasni már iskola előtt. Ugye, és elindított egy úton. Ha mondjuk, hogy tudom én, balettozni tanított volna, énekre tanított volna, matematikára tanított volna, lehet, hogy most ezekben a szakmában lennék, ilyen vagy olyan, vagy amolyan. Ezt, amikor az ember kicsi, tehát 5-6-7 éves, akkor még nem tudja, hogy író lesz. Van egy csecsemő olvasóm is? Ja? Oké, okay, de nem gondoltam, hogy most a memorizálja a krokodilt.
Jó, szóval én Puskás öcsi 2 akartam lenni, amikor 6 éves voltam. Mi az, hogy Puskás öcsi 2? Ki volt Puskás helyett? Ki tudja? A világ legjobb focistája. Így van, a világ egyik legjobb focistája volt, magyar volt, nagyon büszkék voltunk rá, külföldre járhatunk. Mindenki ismeri, ha ma elmentek bárhova a világon, Madridba, Londonba, Párizsba, és azt mondjátok, hogy Puskás, akkor kinyílnak a szemek, mosolyra nyílnak a szájak, és mindenki imádni fog benne. Mert ő rá mindenki büszke. Nagyon jó is te volt, és persze, hát ugye a ma sztárok akarnak sokan lenni, ugye meg a sztárok, énekes sztárok, színsztárok, akkor én focista akartam lenni, Puskás öcsi 2. Majdnem az lettem, egy probléma volt, egy picike probléma, egy napos, egy milliméter. Nem tudtam focizni. Köszönöm Szabó Kornél munkáját, aki ismét bizonyította azt, hogy igen, van a színvonalon, majd 4 számmal ismét helyet adott ebben a országban.
Szeretném hallani annál számítani, hogy egy pár számot mondan a versenyre is. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az itt megjelent versenyzőket. Nagyon örülünk ennek, hogy a mai napon, illetve fiatalok, felnőttek, megtiszteltétek Tarján azzal, hogy ide jöttetek versenyezni. Igen, ugyanilyen nagy szeretettel köszöntöm a bírói testületet, az edzőket, és természetesen a benneteket elkísérő vendégeket. Mi is készültünk, és el kell, hogy mondjam, mi készültünk ezzel a, reméljük, hogy számotokra is szép csarnokkal, ezzel a szikrázó, szép napsütéssel és Tarjánnal. Kívánok a továbbiakhoz mindenkinek eredményes versenyzést, az itt lévő vendégeknek izgalmas mérkőzéseket, és hadd mondjam el a végén, hogy a tarjániaknak, külön Hasvetlának, Stravinkerkétinek, Szegedi Gergőnek és Tóth Leventének sok-sok sikert kívánjak a mai versenyzéshez. Elnézést, de úgy gondoltam, hogy ezt azért megtehetem. Köszönöm szépen, és kívánok a további mérkőzésekhez, versenyzésekhez sok izgalmat és sok sikert.
Meski múlt? A szóvit mit? Azt műz meg? Szomor. Tari. Bei uns in Tarjanta singen werden, sehr lehrreich werden wird und dass sie sich bei uns hier in Tarjan gut fühlen werden. Községünk lakossága nagyon nagy szeretettel fogadja és vár. Te is jetzt gestorben vor einem Jahr. Das ist die Peter war ich, ja. Ah, Frauli, ich mag die Peter. So, und jetzt ist 111. Läuft weiter. Los. Draufdrücken auf den roten Punkt. Einmal nur draufdrücken. Lachen, tschüss. Na gut. Ja. Ich wünsche allen unseren Gästen eine sehr gute Unterhaltung und für die Kulturgruppen natürlich viel Erfolg. Ich hoffe sehr und ich wünsche, dass Sie sich hier heute an diesem Abend gut fühlen sollen. Szomszédhelységben tartózkodnak. Ők általában reggel 8 óra körül mennek be. Ajánlom, dass wir uns anstrengen werden. Das lässt unser Ehrgeiz nicht zu, dass wir kein Programm machen werden. Biztosak lehettek abban, hogy programot kaptak, hiszen büszkeségünk nem engedheti meg, hogy ne legyen program. Igen. Köszönöm.
szépen köszönjük a meghívást, és kérlek, azt kívánom, hogy érezzék jól magukat itt a hátra lévő napokban. Thank you.
Bürgermeister von Stauffenberg bieten. Er soll dieses Band durchschneiden und mit dem Schnitt diesen Park übergeben. Und dann gehen wir alle in den Park hinein und dort machen es mir weiter. Doch, wir haben Verbindung. Ja, warte, halt an. So, jetzt habt ihr. Wunderbar. Gut, schneid. Dann schneid das wieder. Ja, so, mit dem Fahrrad tritt. Ist doch mal die Riesenhose. Bring mal einfach und dann. Ich schicke das. Ja. So, jetzt mal alle zusammen. Liebe Landsleute, ich möchte Sie im Namen der Gemeinde Darian recht herzlich willkommen heißen. Nicht ganz reif. Ja, nicht ganz reif, ja. Nee. Noch nicht. Wir brauchen noch Zeit. Ja. Zwei Wochen. Ja, aber mein Freund, euer Bürgermeister, Herr Horst Münch, Horschicke, wie nötig, dass dieser Pritschwagen ist, was wir warten, weil wir sind bisher mit solchen Wagen gefahren. Also nochmal alles Gutes und wir fahren weiter. Hallo, es ist gut sauer, meinst du? Das ist ein Motschoi. Ja, soll ich hier drauf? Ja. Amelyet a te nevedben megáldunk. Áll is kegyessen őrizetünkre. Szent angyalodat és dicsőséges vértanodat Szent Flórián közben járására mindazoknak, akik ezen az autón járnak, használják, oltalmadat minden veszélyben megérezve. Adj nekik mindenkor szerencsés megérkezést. Vor einigen Monaten erschien ein Buch über Dautzingen und Weinslau über die Stadtteile von Stauffenberg.
Volker Hess ist einer der Koordinatoren des Buches. Mit unserem Gespräch möchten wir kurz die Geschichte von Doblinger und Meister darstellen. Mi adta az ötletet a könyv megírásához? A Tarján öreg fiúk csapatkapitányának majd megtörténik a kölcsönös üdvözlés. Balázs sípjába fúj, és megtörtént a kezdőrúgás. Érkezés fáradt perceiben megilletődve némi szorongásra fogtunk kezet vendéglátóinkkal, hiszen a gyerekek többsége most először jár Stauffenbergben. A polgármester üdvözlő szavai után Kiki új családjához került, hogy a következő hetet velük töltse. Das ist Ugi. Ugi, weißt du, was eine Burg ist? Ja? Hast du in Ungarn schon mal eine Burg dir angeguckt? Ja. Előbb is látták már ezt a csoportot. Hadd mondjam el addig, kedves nézőink, hogy sokan kérdezték, hogy miért mutatjuk ilyen részletesen a fesztivál programját. Kleiner macht schon der große. So. Zehn Jahre Partnerschaft Stauffenberg-Tarjan, eine lange Zeit. War diese Partnerschaft erfolgreich? Hat sie diese Erwartung, die vor 10 Jahren an diese Partnerschaft geknüpft? Kedvesem.
a szalag átvágásának pillanataira, hogy felkértem Stauffenberg város polgármesterét, megyei közgyűlésünk elnökét, kérem, felkérésünknek tegyenek eleget. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Összeállításunkat kézilabdával folytatjuk, mégpedig női kézilabdával. Kék mezben látható Tarján csapata, zöld-fehér mezben pedig lábatlan csapata. Ez egy rájátszásos mérkőzés sorozat. A Tarjáni sportcsarnokban került megrendezésre, most szombaton a megyei női kézilabda bajnokságban. A lányoktól kapott információ alapján szeretném önöket tájékoztatni még arról, a Tarjáni Sportegyesület kézilabda sportágában a női szakosztály 2009. augusztusában alakult meg. Edzőjük Szentner Kovács Gabriella, aki segítséget kap még Kán Hajnalkától, Csík Bernadettől és S. Peternák Magdolnától. Az igazolt játékosok száma 18 fő, az edzésre körülbelül 30-an járnak. Három korosztályban, mégpedig az első csoportban 8-10 évesek tartoznak, a második csoportban 13-14 évesek, ők a 94. január 1-e utániak, illetve a harmadik korcsoportban a felnőttek járnak. Az edzések időpontja a Tarjáni Sportcsarnokban hétfő és szerda 18 órától 19.30-ig. Versenye, ahogy mondottam már, a megyei női bajnokságban kerülnek megrendezésre felnőtt kategóriában. Egyébként megalakulásuk 2007 nyarára tehető. Először 2008-2009-es évben vettek részt a bajnokságban, mégpedig Baj KSK néven, a Baji kézilabda csapattal közösen. Később 2009-2010-es évben már Tarján Essel keretein belül. Mivel újonnan alakultak és fiatal a csapat, még a megyei bajnokságban eredményeket nem tudnak felmutatni. Viszont több kupán részt vettek már, melyeken kisebb-nagyobb sikerrel szerepeltek. Rendszeresen meghívást kapnak lábatlanra, a további tornákra, Radnai Péter emléktorna, strandkézilabda tornák, illetve a Holcim karácsony kézilabda gálájára. Említésre méltó és nagyon büszkék erre, hogy a Megyei Kézilabda Szövetség által meghirdetett utánpótlás válogatásra, ők az 1994. január 1-e után születtek, és tornán képviselhették a magukat. Mégpedig négy játékosokat válogatták ki, három tarjáni kézis és egy tardosi vehetett részt Bábolnán, egy utánpótlás tornán,
a kistérségi kézilabda válogatott tornáján. A Tarján 94. január 1 utáni csapata az első helyezést érte el, és itt válogatták ki a négy játékos, mégpedig Balambér Tamara, Kun Claudia és Martin Mercedes, Tardosok pedig Recsák Flóra. Később Komáromban egy húsvéti tornán, nemzetközi tornán is válogatott tagjaiként szerepelhettek. A csapat úgy véli, hogy sok munkának van eredménye, nagy az érdeklődés, mindig jönnek új játékosok is, a közeli falvakból is. Sok fiatal, aminek nagyon örülnek, mivel nagyon kell az utánpótlás, és hogy az ilyenkorú leányok is mozogjanak, sportoljanak. A helyiektől, a helyi cégektől, szülőktől kapnak támogatást, de a játékosok is sokat segítenek. Közben azért, hadd mondjam el, felnőtt csapatunk a hétvégén sajnos Pilisvörösvárot, mind az ifjúsági csapatunk, egy góllal, mint pedig a felnőtt csapatunk 7 góllal kikapott. Felnőtt csapatunk a 19. helyen áll 14 ponttal, ifjúsági csapatunk pedig 11 ponttal szintén a 9. helyen áll. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Falu TV kedves nézőit. Engedjék meg, hogy néhány szóval ismertessem a Gerlingeni utunkat. 1988. januárjában kezdődött a mi történetünk Gerlingennel. Akkor lehetőségünk volt arra, még a rendszerváltás előtt, amikor még vízumot is kellett váltani, hogy kijusson Gerlingenbe az akkori Minisramlival. Akkor a Minisramli tagjai 9-10 évesek voltak, és a szülőkkel együtt egy busz megtöltve elindultunk Gerlingenbe. Az eltelt 22 év nagy vívmánya az, hogy ez a barátság megmaradt, és még ma is él, mint ahogy láthatják is. 22 évvel ezelőtt, akkor is egy tartományi svábbálon vettünk részt. Először voltunk külföldön a zenekarral, először láttuk nyugatot, és ugye az eltelt 22 évnek a mérlege az, hogy tulajdonképpen ami annak idején ott nagy dolog volt, a bevásárló központoktól kezdve minden, az ma már nálunk is megvalósult. Most már 55. alkalommal rendezik ki ezt a tartományi svábbált. A svábbál Gerlingenbe tulajdonképpen a kitelepítettek, magyarországi németek kitelepítetteknek a bája. Azt jelenti, hogy a környékről, ahova kitelepítettek, azoknak azok érkeznek, vagy most már ugye az idősebbek már nem nagyon tudnak, hanem az utódaik. Tehát ezért nagyon sok emberrel találkozunk olyannal, aki Csámbékról, Budaörsről, Budakesziről, itt a környékről, Szomorról telepítettek ki. A delegációnk tehát két csoportból állt, a Forgatag táncegyüttesből, ennek a vezetői Pető Gábor és a felesége Tünde, a Tarjánes Spitzpoem zenekar, akik tulajdonképpen az éjszakának bálon is közreműködtek és játszottak, és ezen kívül meghívást kapott Tarján község önkormányzata és kisebbségi önkormányzata, és sajnos polgármester úr nem tudott eljönni, ezért a delegációt Fülöp István, a Tarjáni kisebbségi önkormányzat elnöke, tulajdonképpen ő volt a vezetője, és dr. Martin Mihály alpolgármester. Ezen kívül még néhány testületi tag is elkísérte a csoportot. Nagyon gyönyörű időbe érkeztünk ki, tavaszias idő fogadott minket. Első nap, mindjárt pénteki nap, amikor kiérkeztünk, akkor gyönyörű fogadáson vettünk részt. Másnap délelőtt az ottani piacon szél szerepelt a tánccsoport és a zenekar nagyon jó hangulatban, ami nagyszerű volt, hogy a 22 évvel ezelőtti ismerősök közül több százan jöttek el meghallgatni, megkeresni minket és köszöntöttek. Tényleg otthon éreztük magunkat, nagyon régi barátokkal sikerült újból találkoznunk, és este kezdődött akkor a
ünnepi svábbál, amelynek közel 600 résztvevője volt, tehát azt lehet mondani, közel annyian, mint a tarjáni svábbálba. Nagyon szép felvonulással indult itt is a svábbál, ugyanúgy, mint Tarjánba. Felvonultak az ottani hagyományőrző egyesületek, például a budaőrsiek is, akik nagyon szép nótát énekeltek is, amiből már adunk egy kis ízelítőt. Felvonultak a gerlingedi táncosok, akik szintén magyar táncokat és vábtáncokat adtak elő, de természetesen mi igazán büszkék a tarjániakra voltunk. A Forgatag táncegyüttesnek nagyon nagy sikere volt, azt lehet mondani, hogy ők aratták a legnagyobb sikert, különösen a tiroli favágós táncok volt igazán nagy hangulatú. Wir Weiber haben einen Schopf auf, wir sehen's alle gleich. Wir sind nicht mehr ledig, wir sind nicht mehr frei. Delegation aus Ungarn. Weiterhin bedanken wir uns für die Einladung auf diesen heutigen Schwabenball. Wir fühlen uns geehrt, dass wir auf dem 55. Bundesschwabenball Gäste sein dürfen und dass eine Musikkapelle und eine Tanzgruppe sie heute Abend hier vorstellen kann.
liebe Gäste, unsere Bekanntschaft mit Stadt Gerdingen hat im Jahre 1988 angefangen. Es hat begonnen hier bei Ihnen in Gerlingen auf ein Schwabenbad. Vielen Dank für alle, die in den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten mitgewirkt haben, dass aus unserer Bekanntschaft eine wahre Freundschaft geworden ist. Und wie wir alle wissen, wahre Freundschaft wankt nicht. Bei uns in Tarjan machen wir auch jedes Jahr Schwabenwelle, regionale Schwabenwelle. Und was wichtig ist, das veranstaltet bei uns der Musikverein Tarjan an der Spitze mit Herrn Georg Strehli. Es wäre schön, am nächsten Jahr, am 5. Februar 2011, eine Delegation mit Tanzgruppe aus Gerlingen, an der Spitze mit Herrn Bürgermeister Brenner, begrüßen zu dürfen. Und selbstverständlich, ich lade Sie jetzt recht herzlich im Namen der Tarjaner deutschen Minderheit, Tarjaner Selbstverwaltung und im Namen der Tarjaner Musikverein. Es wäre schön, wenn wir uns auf diesen Daten treffen können. Vielen Dank vorher. Möchte ich mir nur bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns alle einen lustigen und einen schönen Abend. Vielen Dank.
Bál idején érdekes volt, hogy előtte az volt a kérésük a szervezőknek, hogy 3-4 számot játszon a zenekar, mert sok az idős is, utána tartsanak mindig szünetet. Hát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen évfélig szinte nem is volt szünet, a zenekar egyfolytában játszott. Nagyon jó hangulattal telt el. Még annyit el tudnék mondani, hogy díszpolgárú Martin, Wiss Martin is megjelent feleségével, és ez igen nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy 87 évesen velünk együtt ünnepelhetett. Az est díszvendége volt még Mizli József Tata, város polgármester, és most már a mi környékünk országgyűlési képviselője is, és Zsámbék polgármestere. Követő napon, vasárnap a Szent Misén vettünk részt egy modern katolikus templomba. Ott a Tarjáner Spitzbom adott egy kis koncertet a mise folyamán, majd utána egy kis szeretett megvendégelésbe vettünk részt, és egy-két zeneszámmal és tánccal köszöntünk el Kerlingentől.
euch herzlich, dass wir heute den schönen Gottesdienst zusammen verbringen könnten. Wir haben uns hier wohlgefühlt und ich glaube und hoffe, dass unsere Kontakte, unsere Freundschaft weitergehen werden. Vielen Dank nochmal, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich glaube und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen in Ungarn, in Parian. Barátságunk reméljük, hogy folytatódik tovább. Fülöp István elnök úr már meg is hívta a gerlingeni táncosokat a Tarjáni 2011-es Vábbára, ami február 5-én lesz, és ígéretet tettek az ottani vezetők és Gyors Brennel polgármester és az ottani politikusok, hogy ők is meglátogatnak minket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!